Mint arról korábban beszámoltunk, az esélyt a hátrányos helyzetű gyermekeknek alapítvány azért perelte be az önkormányzatot és a fenntartó görög katolikus egyházat, mert szerintük a Sólya Miklós iskolában szegregálva oktatják a cigány gyerekeket. Tavaly novemberben a debreceni ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokú bíróság döntését, és a gyermekek elkülönítéséért jogerősen elmarasztalta a korábbi és a jelenlegi fenntartókat, egészen pontosan Nyíregyháza önkormányzatát, a Klebersberg intézmény fenntartó központot, illetve a görög katolikus egyház hajdudorogi egyház megyéjét. Mivel az érintettek nem értettek egyet az ítélettel, a kúriához fordultak, kérve annak felfüggesztését. Az ítéletet igazságosnak és életszerűnek ítéli az iskolát működtető görögkatolikus egyház is. Életszerű döntést hoztak, mert jobban megvizsgálták az adott helyzetet. Nyilvánvaló, hogy nem szabad szegregálni, de mi nem szegregáltunk. Ezt mondta ki az ítélet, és lehetővé tette, azért is örülök annak, nem csak azért, hogy na most mi megdicsőltünk, nem dicsőltünk meg egyáltalán, még azt is mondhatom, hogy győztes szerepét, én nem nagyon jól érzem magamat, mert nem dicsekedni akarok a munkánkkal, de az jól esik, hogy elismerik, és lehetőséget kaptunk arra, hogy ezt a hosszabb távú oktatási rendszert kiépíthessük, és ebben dolgozhassunk tovább. A Sólya Miklós iskolába 60 gyermek jár, akik valamennyien hátrányos helyzetű családokban élnek. Az intézményt működtető görögkatolikus egyház pasztorációs tevékenysége nagyban hozzájárul nem csak az ott tanuló fiatalok, hanem a telepen élők szocializációjához is. Negyedik osztályos tanuló vagyok, és azért szeretek ide járni, mert szeretem a tanárnéniket, az osztálytársaimat, és nem kell buszoznom, pénzt kiadnom a buszért. Nyíregyháza polgármestere szerint a kúria döntése igazolta azt, hogy az önkormányzat mindvégig jogszerűen járt el. Sőt, nem csak hogy jogszerűen cselekedett, hanem a szülők és a gyerekek érdekeit képviselte. Tulajdonképpen ezt mondja ki ez az ítélet, amikor azzal indokolja a döntést, kimondja, hogy nincs szegregáció, hogy ezeket az intézkedéseket a józanész követelményeinek és a közjó által támasztott erkölcsi gazdasági céloknak figyelembevételével kell értékelni. A kúria döntésével kapcsolatban tartott tájékoztató Nyíregyháza polgármestere azt is elmondta, hogy az önkormányzat minden segítséget megad továbbra is a görögkatolikus egyháznak az iskola működtetéséhez.